Thank you.
Volt egyszer egy király, és annak három fia. Volt a királynak egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Olyan különös fa volt az, hogy éjjel virágzott, és meg is ért rajta az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira növekedett, oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király, amikor szokása szerint korán reggel kiment sétálgatni gyönyörűséges kertjébe, az aranyalmáknak csak a hűt helyét lelte. Összehívta erre az egész udvart, s kihirdette, hogy ha olyan ember talál, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát neki adja. Az őröknek sem kellett egyéb, odaálltak az almafához. De hiába volt minden, mert éjfél tájban mély álom ereszkedett reájuk, és alig múlt el negyed óra, mire felébredtek, az aranyalmák mind eltűntek. Egyszer aztán a tanácskozásban felszólalt a három királyfiú, és jelentették, hogy ők fogják megőrizni az almafát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. Vele is csak ugyanaz történt, mint a többivel. Csalódottan távozott. Ezután a középső királyfi próbálkozott. De ő sem járt jobban. Végül a legkisebb vállalkozott, Árgyélus királyfi. Legelőször is dohánnyal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. Így ült le az almafa alá.
A holdvilág szépen világított Árgyérus királyfi arcára. Már érezni kezdte, hogy az álom össze akarja a szemét húzni. Szippantott hát egy kis dohányt, jól megdörzsölte a szemét, nagyokat prüsszentett. Egyszer csak halk suttogást hallott, feltekintett, hát a feje felett 12 hollót látott repülni. Egyenest az almafához tartottak. A 13. holló, mint vezér, elől repült. Hollónak a lábát, és felkiáltott, meg vagy tolva. De midőn rátekintett, hát látja, hogy a karja közt gyönyörű szép lány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják szép fehér vállát. Ki vagy te szép tolvaj? Kérdezi a királyfi. Soha többé nem eresztelek. Én tündér szép Ilona vagyok, mondta a szép leány. Ezek a hollók pedig a lánypajtásaim. Mulatságból minden este ide repülünk, hogy az aranyalmákat leszedjük. Maradj nálam, kérte Árgyélus. Nem maradhatok, felelte tündér szép Ilona, de megígérem, hogy ezentúl minden este el fogok jönni. Légy itt, ha látni akarsz. Ettől kezdve minden éjszaka találkoztak. Thank you.
De volt a király udvarában egy vén banya, aki megleste a fiatal párt, és jelentette a királynak, amit látott. A király nem akart hinni a vén banyának, aki megígérte, hogy bizonyítékot hoz a szerelmes pár együttlétéről. Másnap este Árgyérus és Tündérszép Ilona maguk sem tudták, hogy hogyan történt, mélyen elaludtak. Ekkor a vén banya előcsúszott a bokor mögül, és levágott egy aranyfürtöt Tündérszép Ilona hajából. Felébredt Tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett. Felébredt erre Árgyélus is. Mi bajod van, kedvesem? Jaj, Árgyélus, éj boldogul, én téged soha többé nem láthatlak, nálad nem maradhatok. A házadban tolvajok vannak, nézd, aranyfürtjeimből egyet levágtak. Ezzel megölelte Árgyélust, ujjáról egy gyűrűt vett le, és Árgyélusére húzta. Neked adom, mondta. Erről akárhol megismerlek. Ezzel összecsapta kezét, hollóvá változott, és elrepült. Árgyélus szomorúan egyedül maradt. Keresi kedvesét, és elindult. Thank you.
pedig egy völgyet látott, három hegyjel körülvéve. A völgyben épp három ördög verekedett. És kérdezte tőlük, hogy miért verekednek. Az atyánk meghalt, és maga után ezt a köpönyeget, ostort és bocskort hagyta. Ez a köpönyeg olyan, hogy ha magadra veszed, és azután a bocskort a lábadra húzod, és ezzel az ostorral egyet csattantasz, és azt mondod, hip-hop, ott legyek, ahol akarok, ott vagy azonnal. Ezen nem tudunk mi megegyezni. Nem tudjuk, kinek mi jusson. No, mondta Árgyilus. Ha csak ez a baj, majd elosztom én köztetek. Egyik hágjon fel erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra. Az ördögök felmentek a hegyre. Árgyilus pedig felvette magára a köpönyeget és a bocskort, majd az ostorral csattantott egyet, és azt mondta, hip-hop, ott legyek, ahol akarok, legyek azonnal tündér szép Ilonánál. Megérkezik Árgyilus tündér szép Ilonához. A két szerelmes egymásra talál. De a vénasszony gonosz boszorkány volt. Volt egy sípja, melyet ha megfújt, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, elfordult, sípolt egyet, és attól Árgyilus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy a világon volt-e valaha. Éjféltájban eljött tündér szép Ilona, meglátta a kedvesét, és felkiáltott. Ébredj fel, szívem szerelme, ha háromszor megcsókolsz, megszabadulok a varázslattól. Egyszer, amikor a vén boszorkány elbóbiskolt, Árgyilus meglátta nyakán a sípot. Leoldotta, és kíváncsiságból belefújt. Hát, látja ám, hogy az egész cselédség elaludt tőle. Ekkor értette meg, hogy azért aludt ő is olyan mélyen, amikor a vénbanya sípolt. Most a maga nyakába akasztotta a sípot, és elaltatta a boszorkányt. Ekkor jött tündér szép Ilona, Árgyilus háromszor megcsókolta, ezzel felszabadította Ilonát a varázslat hatalma alól, és így boldogságunknak nem volt már semmi akadálya.
karjába vette tündér szép Ilonát. Felhúzta a köpönyegét és a bocskort, ostorával egyet csattantott, hip-hop, ott legyek, ahol én akarok, legyek az apám várában. Oda repültek egy szempillantás alatt. Árgyélus hatalmas király lett. Tündér szép Ilonával még most is élnek, ha meg nem haltak.